Alaposan átalakított kerettel kezdte el a felkészülés nyáron az NB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat. A 3 évvel ezelőtt újjászervezett együttes egy ezüstérmet és egy 4. helyezést követően szinte teljes vérátömlesztésen esett át. A kezdő 7-es tagjai távoztak vagy befejezték, illetve felfüggesztették pályafutásukat, ezért a klub vezetői úgy döntöttek, hogy helyi fiatalok répítve vágnak neki a bajnokságnak. Bár a rajt nagyszerűen sikerült, a következő fordulókban kevés sikerélmény jutott a bátoriaknak. Az első mérkőzésünket csodálatos játékkal megnyertük az ősz folyamán, aztán jött utána egy zuhanó repülés. Az első 6 fordulóból ez az egyetlen egy győzelmünk maradt, és utána 5 vereség következett. Ekkor összedugtuk a fejünket, és úgy gondoltuk, hogy amennyiben továbbra is szeretnénk megmaradni az a klub, ami az elmúlt években jellemzett bennünket, hogy a nyíregyházi magasabb osztályban lévő klub után a Nyírbátor volt a második legeredményesebb klub már mióta átvettük az irányítását a klubnak, ezért lépnünk kell. Meg is tettük a lépéseket, úgyhogy 2 lövőposztra, beállóposztra, illetve irányítóposztra igazoltunk játékosokat. Itt 2 olyan játékos volt, akit nem is kellett igazolni, mert saját játékosunk volt, csak rábírtuk a visszatérésre, illetve 2 olyan igazolt játékosunk, aki aztán az azt követő 5 fordulóban be is váltotta a reményünket. Kovács Ákos és Pisák Tibor visszatérésével, valamint Mészáros Ákos és Illés Norbert érkezését követően 5 mérkőzésből 4-et megnyert a Nyírbátor, így féltávnál 10 ponttal a 7. helyen áll a Csapos János által irányított együttes. Nyírbátorban nem csak a felnőttekre, hanem az utánpótlásra is odafigyelnek. Jelenleg 8 csapatunk van, az U9, U10, U12, U15, serdülő, felnőtt, illetve a Nyírbátor 2 néven a megyei bajnokságban is eredményesen szerepel a valóban nyírbátori fiatalokra épülő csapat, aki tavaly meg is nyerte a megyei felnőtt bajnokságot. Itt az alsóbb korosztályokban helyezések nincsenek, ugye U9, U10, U12, stb. Serdülő csapatunkkal tulajdonképpen a tabella végén vagyunk, de egyre szorosabb, egyre eredményesebb játékot produkálunk. Köszönhető ez a nagyon lelkiismertesen dolgozó Kunákos edzőnknek. Ifjúsági csapatunkkal pedig a 2. helyen vagyunk a csoportunkban, úgyhogy akinek szintén Kunákos az edzője. Úgyhogy én úgy értékelem az utánpótlásnak a helyzetét, hogy egyre jobban meglátszik az a rengeteg munka, amit évekkel ezelőtt elkezdve belefektetünk ezekbe a korosztályokba. Nyírbátorban egy évzáró vacsorával búcsúztatták az őszi szezont, a felkészülést pedig január 7-én kezdi a csapat, amely február közepén Hajdúböszörményben már bajnoki pontokért lép pályára. Mivel tavasszal az elmúlt években az őszinél jobban szerepelt a Nyírbátor, a vezetők bíznak abban, hogy egy nagy hajrával a bajnokság végére odaérhetnek a dobogó közelébe, vagy akár a dobogóra is.